Sziasztok, Vidi Rita vagyok. Már jó pár hete, sőt, akár mondhatnám úgy is, hogy több hónapja tervezgetem ezt az anyagot, mert nagyon-nagyon érdekel a kommunikáció mindenfajta megnyilvánulása, és hát az idei évben azért már láttuk, hogy a politika az elég jó táptalajt ad ilyen téma átbeszéléséhez. És most a héten utaztam, és akkor vettem észre, hogy szerencsére már elég sok politikai szereplő megnyilvánul a plakátjaik révén, úgyhogy úgy döntöttem, hogy most egy ilyen nagyon-nagyon szubjektív és független elemzést készítek a politikai pártok plakát kommunikációjáról. Aztán majd, hogy ahogy telik az idő és közeledik a 2018-as választás, és majd ha lesz még ilyen változás a kommunikációban, akkor majd még újra átvesszük ezt a dolgot. Engem nagyon érdekel a politika, ezt az engem ismerők azt nyilvánvalóan tudják, bár ugyebár az ilyen szokott felületeken már nagyon-nagyon keveset kommunikálok erről, úgyhogy talán az újabb ismerősök számára ez nem annyira nyilvánvaló, de a politika nem csak politika, meg a saját közéleti ilyen meglátásaim alapján érdekel, hanem természetesen ilyen szakmai szemmel a kommunikáció szempontjából is. Sőt, volt rá példa, hogy kommunikációs és ilyen stratégiai tanácsot kértek tőlem politikai pártok, és akkor én nem nagyon tudtam jó hírt mondani számukra, mai napig nem igazán a felé mennek, amit én tanácsoltam, de hát mindegy, hát ki vagyok én ugye, hogy a tanácsaimat meghallgassák. Úgyhogy igyekszem majd most egy ilyen átfogó elemzést készíteni, teljesen szubjektív, ismétlem, tehát senki ne várja azt, hogy én egy ilyen politikai kommunikációs elemző szerepben akarok megnyilvánulni, egyszerűen érdekel, és a közeli ismerősök és a távolabbi ismerősökkel való kommunikációba előjön ez a téma, és úgy gondoltam, hogy mások számára is érdekes lehet, már csak azért is, mert nagyon-nagyon tanulságosak ezek a plakátok és a pártoknak a jelenlegi kommunikációja, úgyhogy még egy kis vállalkozás is tanulhat belőle, nyilván nem azt, hogy nem tudom hány száz millióért kell plakát helyet venni, de azt biztosan, hogy minden szónak megvan a maga helye és maga funkciója, úgyhogy ezt érdemes majd figyelembe venni. Még mielőtt rá sorolódnánk itt a különböző plakátokra és az elemzésükre, azt nagyon-nagyon fontosnak tartom kiemelni, hogy a kommunikációról úgymond véleményt mondani, vagy valamiféle egy konkrét kommunikációval kapcsolatban egy konkrét állásfoglalást kinyilatkoztatni, azt nem ilyen eldöntendő kérdésként kell feltenni, hogy jó ez a kommunikáció, vagy rossz-e ez a kommunikáció, jó ez a plakát, vagy rossz ez a plakát, mert mindig egyetlen egy kérdésre kell először válaszolni, azt a kérdést kell feltenni. Akár magunknak, hát sőt, leginkább magunknak, meg hogyha ezzel így komolyabban foglalkozni akarunk, akkor mondjuk a saját csapatunknak, és ez a kérdés az, jegyezd le, írd fel, plakátolt ki magadnak a dolgozószobádba, vagy ahova akarod, hogy mindig akkor lehet feltenni azt a kérdést, hogy egy kommunikáció jó-e, vagy rossz-e, hogyha tudjuk, hogy mi annak a kommunikációnak a célja, mi a konkrét célja annak a kommunikációnak. Nagyon sokszor látjuk, főleg a politikában, hogy a szereplők szoktak úgy megnyilvánulni, hogy egyáltalán nem volt céljuk, vagy nem kideríthető, hogy mi volt pontosan a céljuk, és vannak nagymesterei ennek a területnek, olyan politikusok, akik igazából úgy tudnak beszélni a semmiről, hogy úgy tűnik, mintha nekik céljuk lenne a kommunikációval, de egy szemfüles kommunikációban jártas ember az rögtön átlátja, hogy igazából csak azért beszél, mert beszélni kell valamiről. Majd erre még visszatérünk. Meg fogom mutatni a videóban ezeket a plakátokat, amiket így sorra veszünk, és majd látni fogod konkrétan, hogy miről beszélek, és azt javaslom, hogy hát ugye hallgasd meg, hogy én mit próbálok kitalálni, hogy szerintem mi a célja annak a kommunikációnak, ami azon a plakáton van.
mi lehet a párt célja, mögöttes célja, ha van nekik ilyen egyáltalán, én úgy gondolom, hogy lesz, illetve fogjuk látni, hogy van nekik. Ezt persze nem a plakátból kell leszűrni, hanem ha van egy alaptájékozottsága az embernek mondjuk a mai közéleti helyzetről, akkor ezeket össze tudja kötni a plakát mondani valóját az egész mögöttes háttérrendszerrel, és akkor az alapján le lehet vonni következtetéseket, hogy ez most valószínűleg működik, vagy nem működik. Vagy működni fog-e, vagy nem fog működni. Ez azért érdekes, mert bármit, amit te mondjuk kisvállalkozásként, vagy civil szervezetként, vagy magánszemélyként kinyilvánítasz, azt valahogy befogadja a befogadó közönség, de neked kell ezt irányítani, hogy te mit akarsz azzal elérni. Mert hogyha van célod, meg egy ilyen tágabb értelmezésben függ valamihez, kapcsolódik valamihez az a kommunikáció, akkor te irányítod a dolgokat, nem pedig ilyen a klasszikus pusztába kiáltott szó effektust fogod végrehajtani, hanem valamit majd el fogsz vele érni. Akkor is, hogyha a külső szemlélőnek fogalma sincs arról, hogy te mit, miért mondasz, és mikor, és miért pont úgy. Szóval a plakátok láttam majd, én próbálok találgatni, illetve próbálom összerakni azokkal az információkkal a plakát mondani valóját, amit már én tudok, de természetesen neked lehet más a véleményed, és ez itt tényleg nagyon fontos szó, hogy vélemény, mert én a saját szubjektív meglátásaimat fogom mondani, neked lehet teljesen más ellenkező előjelű is a véleményed. Az én úgy gondolom, hogy a mondani valómat nem gyengíti, mert a mondani valóm az, hogyha tudjuk a célt, vagy feltételezzük a célt, akkor ahhoz képest ez a kommunikációs forma, az a konkrét megjelenés, az eléri-e azt a célt, vagy éppen onnan messzire mutat. Szóval ezt így kiemelném külön, hogy most a véleményem és a szubjektív véleményem, még ha van is szakmailag némi közöm ezekhez a dolgokhoz, mint kommunikációban jártas szakember, attól még ez szubjektív, és abszolút lehet teljesen a tiéddel ellenkező, attól függetlenül a lényeg az, hogy a cél az, ami a legeslegfontosabb. Akkor kezdjük! Nézzük először, haladjunk a féle ilyen dominancia sorrendben a kormánypárttól indulva az egyik legismertebb plakáttal, ami most időszerű, tehát nem fogok végigmenni 2017 összes plakátján, azokat fogom elővenni, amik most jelenleg láthatóak az utcákon. És ez az egyik az a Fidesznek az egyik ilyen plakátja, hogy ne hagyjuk, hogy Soros nevessen a végén. Hát bármennyire is furcsa, ugye most már egy ilyen választási kampány kellős közepén vagyunk, mint ahogy majd látszik a többi plakátnál is. Tehát azért nagyon érdekes ez az egész, mert mindent együtt kell szemrevételezni, nem csak önmagában érdekesek ezek a dolgok, hanem együtt állásukban is. Ez olyan, mint a kis bolygók, ugye egymás körül jönnek, mennek, aztán ott némelyik nagyobbá válik, némelyik meg egyre jobban összetöpörödik. Szóval igazából az történik, hogy a Fidesznek nem választási plakátja van, hanem egy nemzeti konzultációt hirdetnek, aminek a fő célja igazából az, hogy, hát úgymond a plakátok célja, hogy a nemzeti konzultációra ráirányítsa a figyelmet. Ennek van egy másik verziója, ennek a plakátnak, amikor egyértelmű, hogy egy konzultációról van szó. Itt külön kiemelik, hogy nemzeti konzultáció a Soros tervről, és hogy ne hagyjuk szó nélkül. Gyakorlatilag a fotó az úriemberről ugyanaz, tehát a grafikai kivitelezéshez még hozzáfűzném, hogy grafikához nem értek, de azért ilyen alap ismereteim nekem is vannak. Hát természetesen az úriember a fotón egyáltalán nem szimpatikus, de majd látni fogjuk a többi párt plakátjánál is, hogy ez úgy látszik idén egy ilyen követendő trendnek számít. Szóval mit is akar nekünk ez a plakát, a Fidesznek ez a két plakátja
kommunikálni. Mi lehet a céljuk? És most lehet azt mondani, kapásból rávágni, hogy az a céljuk, hogy minél többen elmenjenek a nemzeti konzultációra, vagy részt vegyenek ezen a konzultáción, azt hiszem online zajlik, de most már tényleg ez ennyire már mélyen nem érdekel a politika. Szóval, hogy minél többen részt vegyenek a konzultáción, és kinyilvánítsák a véleményüket az ügyben, hogy már pedig Soros György az ne akarja befolyásolni Európán keresztül ugye a magyar közvéleményt, és hogy ez a célja. Na hát akkor mondok egy rossz hírt, nem ez a célja ezeknek a plakátoknak. Ez közvetlen célja lehet ez, de mindig a közvetett célok az érdekesek igazából. És ennek az egésznek tudomásom szerint, ennek az egész konzultációnak tudomásom szerint van egy olyan célja, ami a Fidesznek, és ezt kommunikációs szempontból mondom, nagyon-nagyon követendő példának látom, és hát azt gondolom, hogy ez egy mesteri munka, hogy a Fidesznek semmi más célja nincs, mint hogy tematizálja a közbeszédet. Azt gondolhatjuk, hogy a politikai kommunikációban igazából mindig arról van szó, hogy én ezt gondolom erről az egy témáról, te meg azt gondolod arról az egy témáról, mind a ketten elmondjuk, mondjuk a jobb oldal elmondja, hogy mit gondol erről, a bal oldal elmondja, hogy mit gondol arról, és akkor majd az emberek eldöntik, hogy számukra mi a szimpatikus. Ez nincs, nem létezik, el lehet felejteni, lehetséges, hogy soha nem is volt ilyen. Ez az ideális kép, ez egyszerűen egy ilyen semmi, tehát hogy ez nem létezik, hanem igazából az van, régen is ez volt, meg ma meg már pláne, hogy egyáltalán ki mondja meg, hogy miről legyen szó. A tematizálás az egész politikai kommunikációnak a lényege, és ezt a Fidesz nagyon jól csinálja. Nem programpontokat sorol, nem azt mondja, hogy milyen jövőt szán Magyarországnak, nem azt mondja, hogy mik a tervei a következő évekre, ezekről semmit nem tudunk. Gyakorlatilag csak a jelenről folyik a kommunikáció, és csak is arról, és olyan volumenben, amik meghatározzák a közbeszédet. Hát ezekről a plakátokról írnak a legtöbbet. Az újságok, a portálok, a közösségi médiában ezekről beszélgetnek, úgymond, tehát ezt most ilyen eufémizmussal fejeztem ki, az emberek, az ilyen közösségi média Facebook csoportokban ezek a leggyakrabban berakott képek, ki milyen érzelmi töltettel publikálja ezeket. Szóval az a mögöttes cél, amit a Fidesz úgy gondolom, hogy emögé besorolt, tehát az, hogy ők tematizáljanak, az tökéletesen működik. Működik. Tehát ezt kell így tudomásul venni, hogyha kommunikálni akarunk, akkor igazából tematizálnunk kell. Tehát a tematizálási szándék az egy jó cél. Ha akár mekkorák is vagyunk a piacunkon, de valahogy érvényesülni akarunk, akkor nem kullognunk kell a megmondó emberek után, meg figyelni, hogy mit publikál az egyik, és mi arra reagálunk, hanem nekünk kell kitalálni, hogy mi legyen a téma. Egy nem igazán ilyen forradalmi hevületben élő nemzet életében általában az ilyen politikai pártok, azok meghatározzák, hogy ezen a héten most ez lesz a fő témánk, és akkor most beszélünk majd az egészségügyről, és akkor az összes újságírót meghívják, sajtótájékoztató, az ilyen értelmiségi emberkéik publikálnak ezekről a témákról, és akkor mondjuk az oktatásról, egészségügyről, gazdaságról, akármiről, és akkor azon a héten az a téma, ők azt nyomják teljes erővel. És hogyha van esetleg olyan hazai vagy nemzetközi esemény, amire így reagálni kell, akkor azt az ő szemszögükből úgymond kommentálják. Tehát nem az ellenzék vagy az ellenfél kommunikációját követik és kullognak utána, hanem így reagálnak igazából az eseményekre. Nálunk nem ez történik, tehát nálunk, ha próbálkozik ezzel egy politikai párt, akkor nem biztos, hogy jól óra tesz vele, mert a
a kormánypárt, jelenleg a Fidesz, az olyan szinten tematizál, hogy azt egyszerűen nem lehet nem figyelembe venni. Nagyon-nagyon nagy erőforrások kellenek ahhoz, hogy ezt ki lehessen iktatni ennek a mindent elsöprő hatását, és hát úgy tűnik, hogy meg is próbálkoznak ezzel a pártok, majd mindjárt megnézzük, hogy ki hogyan, de én azt gondolom, hogy jobban fel kéne kötni a gatyát, hogyha valaki tényleg komolyan gondolja a kormányváltást, mert ezek a nemzeti konzultációs plakátok, ezek sajnos mindent visznek. Úgy mondom, hogy sajnos, hogyha én mondjuk az ellenfelük lennék, akkor nagyon szomorkodnék. A másik, ami viszont szintén a mesterterv része, hogy ezt a konzultációs metódust, ezt igazából már 10 éve alkalmaztuk az interneten, annak idején, mikor vállalkozni kezdtünk, tehát nagyon sokan használták az ilyen saját berkeikben végzett közvéleménykutatást, amik akár egy ilyen Google űrlappal, vagy bármilyen kis egyszerűen úgynevezett szavazó alkalmazással megoldhatóak, és ezeknek sem volt igazából soha semmi más célja, mint hogy mozgósítsák az ügyfélkört, vagy a potenciális ügyfélkört. Tehát amikor közvéleménykutatást csináltunk arról, hogy milyen következő oktatóanyagot szeretnél látni a repertoárunkban, akkor gyakorlatilag igazából valóban lehetett választani, hogy igen, A, B, C, D, E, F, akármi, de a lényege, a közvetett célja az volt ennek az egésznek, hogy odafigyeljenek az emberek, hogy itt vannak oktatóanyagok, és hogy a következő alkalommal majd mire lehet beszállni. Természetesen figyelembe lehet venni, sőt, figyelembe kell venni az ilyen közvéleménykutatásoknak az eredményét, és ezt lehet előzetesen kommunikálni, hogy majd lesz ilyen, már amikor zajlik, akkor mi a helyzet, és mi a végeredmény, és ebből milyen következtetést vontunk le, stb. Tehát minden konzultáció remek alkalmat ad arra, hogy kommunikáljunk, hogy képbe kerüljünk az emberek fejében, hogy ott legyünk a gondolataikban, és ezt én úgy látom, hogy eddig csak a kormánypárt csinálja, pedig egyébként az összes párt csinálhatná. Szokták csinálni egyébként a kisebbek személyesen, de hát itt a remek alkalom, hogy lecsapjanak az internet hatalmas előnyeire, és ők is mondjuk online konzultációkat tartsanak, mert ez nem kullogás a Fidesz után. Hát úgy tűnik, hogy az, de egyébként tényleg van közvetlen és közvetett haszna is. Úgyhogy ha tőlem valaki tanácsot kérne, én azért bepróbálkoznék a kormánypárt, vagyis a kormányzásra törő pártok részéről arra, hogy itt a nemzeti konzultáció nem mintájára, de analógiájára igenis megkérdezni az embereket mindenféléről. Mert mindenkinek van véleménye, és mindenki fontosnak tartja a saját véleményét, és mindenki nagyon örül annak, hogyha megkérdezik az ő véleményét, és ezt miért is hagynánk ki. Tehát számomra az a furcsa, hogy ez a téma, ez a konzultációs dolog, ez csak az utóbbi pár évbe került elő, és nem volt erre precedens előtte. Hát nagy hiba. És most a piacvezető párt ugye viszi az összes ehhez kapcsolódó előnyt, hát ezt azért így szerintem meg lehet próbálni kicsit kiiktatni az ő előnyüket. Akkor most jöjjön az egyik potenciális kihívónak számító MSZP plakátja és kommunikációja. Ez a kép, ez nem szól másról, ami most így igazából ugye a mai nap 5-én készül ez a videó, hát igazából ez már így egy kicsit idejét múlt plakát, ahol egy Botka László nevű úriember neve után 2 pont van, és azt mondja, hogy tegyünk igazságot, fizessenek a gazdagok. Hát hosszasan lehetne elemezgetni az MSZP elmúlt évekbeli kommunikációját. Eléggé nem jó a kommunikációjuk, én ezt úgy mondanám, lehetne jobb is. A mesteri jelzőt azt rájuk nem lehet illetni. Hogyha megnézzük ezeket a szavakat, hogy tegyünk igazságot, fizessenek a gazdagok,
Ez valami borzalom. Tehát ezt én másképp nem tudom mondani, elmondom a véleményemet, hogy szerintem miért borzalom. Reklám szakemberek már évtizedek óta mondogatják, hogy minél rövidebb az üzenet, annál jobb. Azt lehet elvárni egy üzenetet befogadó embertől, hogy 3 szót meg tud jegyezni, hát itt már azért több szóról van szó, egyel többről, de én azt a törekvést érzem itt az MSZP-nek a plakátján, hogy ők nagyon röviden, ja, 5 szó, bocsánat, az A betűvel együtt, tehát, hogy nagyon röviden, nagyon ütős mondani valót akartak megfogalmazni, és a baj az, hogy 2 nem koherens mondani valót próbáltak egy plakátra és egy mondani valóba sűríteni. Az, hogy tegyünk igazságot, ez egy pártnak lehet szerintem fő üzenete, és akkor lehet beszélni arról, hogy mennyi igazságtalanság van egy állam működésében, hogy mennyien szakadnak le, hogy a jogrend az mennyire nem jól működik, hogy az oktatás nem egyenlő, nem mindenki ugyanazt kapja, az egészségügybe dettó, az ország régiói között akkora különbség van, ami egyszerűen egyre inkább borzalmassá válik, és akkor lehet egy csomó ilyenről beszélni, és akkor hozzá lehet tenni ehhez a tegyünk igazságot felkiáltó, felszólító mondathoz, még egy-két szót, ha már így ragaszkodunk az 5-höz, hogy ez így egyértelmű legyen, hogy egy ilyen mindenkihez szóló, valóban igazságos rendszert szeretnénk, és akkor ebben nagyon sok minden belefér, ezt nyilván kell továbbiakban magyarázni, de ha mondjuk van egy nagy víziója egy pártnak, aminek az igazság az egyik fő hívószava, akkor azért ott a párt kreatívok azok meg tudják oldani, hogy legyen 5 olyan összefüggő szó, egy jó kis felszólító mondatban, amiben ott van az igazság is, meg az, hogy tegyünk, és akkor kisül belőle valami, vagy kiviláglik belőle valami, hogy mi nagyon-nagyon igazságot akarunk Magyarországnak, és hogy hogyan, és milyen igazságot, és stb. Stb. Na, erről szólhatna a következő 7-8 hónap, ugye, ameddig a választások lezajlanak, de az MSZP nem ezt választotta, hanem igazából olyan igazságot választottak, amikben igazságtalanság éri a gazdagokat. Úgyhogy már itt a tegyünk igazságot felszólításnál borul az egész. A másik pedig, ez egy óriási kommunikációs ballépés az, amikor, hát itt én azt gondolom, hogy egyértelműen az ilyen kicsit gyűlöletkeltő, vagy gyűlöletkampányra akarták így helyezni, csak finoman megfogalmazva a hangsúlyt, hogy pécézzük ki magunknak a gazdagokat, akiken ugye a kormánypártnak az oligarcháit értjük állítólag, és majd ezt magyarázzuk inkább hosszasan, de az már tényleg ilyen magyarázkodás volt, amikor megjelentek ezek a plakátok, akkor ilyen magyarázkodó, csetlőbotló sajtótájékoztatók és ilyen sajtómegjelenések voltak, hogy hát mi azt nem is úgy gondoltuk. Tehát, hogy fizessenek a gazdagok, hogy miért és miért pont a gazdagok, és mit kellene itt fizetni, vagy kinek kellene fizetni, úgy gondolták szerintem, hát így gondolom én, hogy majd ezt magyarázzák. Tehát nem azt, hogy tegyünk igazságot Magyarországon, és legyen igazságosabb az oktatás, az egészségügy, a blablabla, minden, bármi, sok minden, amit ki tudunk találni, vagy 15 féle fő témakört. Nem ezt magyarázzuk, a 15 félét, hanem azt, hogy fizessenek a gazdagok. Hogy mi ezt, hogy értettük? Tehát én azt gondolom, hogy az, hogy a Botka László a napokban lemondott, az ennek a nyomorult plakátnak is köszönhető, meg nyilván egy csomó minden másnak. Egyszerűen félre nézték, vagy benézték ők ezt az egész kommunikációt, nagyon rosszul sült el, és azt kell, hogy mondjam, hogy azzal, hogy a gazdagokat kiáltjuk ki rossz fiúnak, azzal az egy borzalmas melléfogás, ugyanis bármennyire is furcsa, a legszegényebb ember is gazdag akar lenni. És az, aki csak gondolatban el tudja magával hitetni azt, hogy valaha egy jobb, igazságosabb rendszerben én lehetnék akár gazdag is, de ezek meg, hát már előre el akarják tőlem venni a gazdagságnak a lehetőségét, és amint egy kicsit jobban állnék, majd még én fizessek. Tehát, hogy ez egy irtózatosan visszacsapó kommunikáció, és soha nem szabad olyan csoportokat kijelölni, úgymond ilyen ellenségképnek, mert azért a kommunikációban jól működik az úgynevezett
ellenségkép fogalma, de soha nem olyas valakiket kell kijelölni, akik közé vágyik az, akinek ezt így be akarjuk adagolni. Tehát én azt gondolom, hogy az MSZP nagyon-nagyon jól átgondoltan gyakorlatilag tönkretette így az idei kommunikációját, hát nem tudom, hogy ebből majd hogyan kívánnak ki mosakodni, és hát ugye szegény Botka László arcát most már le kell onnan takarni, vagy egy teljesen más irányt, hát természetesen nem lehet ugyanezt használni, hiszen ez ő hozzá kötődik, de így összességében ez katasztrófa, tehát amikor hallottam, hogy lemondott, én nem csodálkoztam. Tehát egyszerűen ezzel csak veszíteni lehet a szavazókból, nyerni biztosan nem. Mert a gazdagokat senki nem utálja olyan zsigeri szinten annyira, hogy ne vágyna közéjük titkon, akár egy lottó nyereménnyel, vagy egy nagyobb örökséggel, vagy nem tudom én, egy szuper jó munkával, vagy egy sikeres vállalkozással. Mindenki szeretne több pénzt, meg gazdag lenni, meg olyan színvonalon élni, tehát őket kikiáltani, és kijelölni ilyen ellenségnek, meg velük megfizettetni a nem tisztázott költségeket, hát ez katasztrófa. Tehát ha bárki olyasmire készül a kommunikációjában, hogy ki akar jelölni magának, illetve a célközönségének ellenségképet, hát az ne az legyen, ahova vágynak az emberek, vágynak az ügyfelek. Következő csoportunk, akikkel foglalkozni fogunk, ők a Jobbik. A Jobbiknak a kommunikációjában azt vettem észre, hogy hát több célcsoportra céloznak, ami nagyon helyes egyébként, mert hogyha több célcsoportunk van, akkor, és jól el lehet őket kommunikációs szinten különíteni, akkor igazából nagyon-nagyon ügyesen tudunk nekik különböző platformokon, meg különböző jellegű megnyilvánulásokkal kommunikálni, és be tudjuk őket vonzani a látókörünkbe, és tudjuk őket foglalkoztatni a fejükben. Kétféle ilyen plakáttal dolgozik a Jobbik. Én hallottam olyat, hogy az egyik, amit ugye most itt látunk, ez az egyes számú, ezt talán nem is ők csinálták, de ezt most csak ilyen hallomásból hallottam, hogy ők egyetértenek ezzel, de nem a párt rendelte ezt meg. De aztán lehet, hogy ők jó. Ez ilyen zárójeles információ. Tételezzük fel azt, hogy ez egyértelműen a Jobbik megrendelésére készült. Hát ugye ezt már valamikor tavasszal lehetett látni az országban, és ma is vannak még nyomai, és ez klasszikusan ez a szövege, hogy ti dolgoztok, pont. És aztán ott van két úriembernek, talán ez a Mészáros Lőrinc és Orbán Viktor miniszterelnök fotója, és oda van írva, hogy ők lopnak, szintén pont, tehát kijelentő mondatokkal dolgozunk. Ezért nincs pénz az oktatásra, mint egy ilyen lábjegyzet. Az egész plakáttal rögtön azonnal óriási problémám volt, amikor én ezt megláttam. Autóból láttam még tavasszal. Már erről külön akartam így értekezni, de aztán letettem róla, de most már nagyon időszerű. Ez a ti dolgoztok. Ők lopnak. Ezért nincs pénz az oktatásra. És hol van ebből a történetből a Jobbik? Tehát a legelső kérdés az, hogy vagyunk mi, a ti, akik dolgoznak, vannak ők, akik lopnak, és van a Jobbik ezek szerint, aki ezt így kívülről tudja szemlélni, és nagyon objektíven látja, hogy ezért nincs pénz az oktatásra, és akkor most ők hova is fognak bekapcsolódni. Tehát ezzel a kicsit omnipotens, felülről, kívülről néző szemléletmóddal az a baj, hogy ez nem hozza közelebb a választókat ehhez a párthoz, mert az érződik, tehát ugye van egy mögöttes üzenete, és szerintem nem az volt a Jobbik mögöttes üzenete, hogy mi egy kívülállóként nézzük most ezt a szituációt, mert szerencsére nem voltunk benne a politikában az elmúlt 10x évben, ja, de mégis benne voltunk, hát akkor ezt most így benéztük, de a politikát érthetjük úgy is, hogy közélet. Tehát, hogy mi ebben nem is vettünk részt, most cseppentünk bele, tehát ennek ilyen üzenete van.
jelen esetben is, egy ilyen ma induló pártnak, aki tegnap hoztak létre, és ma nyilvánulnak meg először, én azt gondolom, hogy ez egy szerencsésebb kommunikáció lett volna, de egy Jobbiknak nagyon-nagyon meg kellett volna fontolni, hogy a ti dolgoztok helyett azt írja, hogy mi dolgozunk. És ott ilyen hétköznapi embereket jelenít meg. A másik oldalon pedig ugyanez a szituáció, ami most van, az egy olyan kommunikáció lett volna, ami valóban érzékelteti, hogy mi a ti pártotokon állunk, a néppártján állunk, és mi veletek vagyunk, és mi egyek vagyunk veletek. De ez, hogy ti dolgoztok, persze, ti dolgoztok, ők lopnak, mi meg majd politizálunk. Hát ez így nem működik. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon aggályos megnyilvánulás volt. De nem ez volt ugye az egyetlen, mert az történt emlékeim szerint, hogy ezek a plakátok így megjelentek, így a plakáthelyeken annak idején, ugye még tavasszal, és aztán ezek helyére egy pár hét múlva kikerültek ezek a plakátok. Illetve, ha nem is a helyükre, de arra a környékükre, tehát akinek feltűntek az előző plakátok, azoknak feltűntek végül ezek is, mert ez már egy ilyen nagyon... Ja igen, volt még ennek a plakátnak egy másik verziója, az előző plakátnak, hogy más arcok voltak rajta, de ők is lopnak, vagy nem tudom én, valamilyen nagyon rossz dolgot csinálnak, és aztán megjelent ennek a felütésnek, úgymond a feloldozására, tehát azt a stressz helyzetet oldja ez a plakát, hogy mi veletek leváltjuk őket. Ismerőseimtől azt hallottam vissza, hogy számukra ezek a plakátok hihetetlenül ütős eredménnyel jelentek meg, egyszerűen nem tudták nem nézni őket, egyszerűen beleégett az agyukba ez a képi világ, a mondani való, és hogy ez mennyire jó, mert végre már olyan plakát, amit így rögtön felismernek, hogy kikről szól, mikről szól. Egyébként tényleg nagyon-nagyon fontos és lényeges, hogy egy politikai párt az úgy nyilvánuljon meg, hogy lehessen róla tudni azonnal, hogy az melyik párthoz köthető, hogy nehogy össze lehessen téveszteni, hogy az MSZP mondja ezt a Jobbik helyett. Hát a Jobbik azért figyelt erre, úgy vettem észre, hogy azért a megjelenés az ilyen nagyon-nagyon egyértelmű legyen, de azért láttunk már rá példát, hogy majd a többi pártnál is látszik ez, hogy néha nem annyira észrevehető, hogy melyik párthoz tartozik, vagy melyik oldalhoz. De szóval, hogy így lejött mindenkinek, hogy ez a Jobbik, ez mennyire tökösen kommunikál. De itt megint a szavakkal van a gond, és a szavaknak a kiemelésével. Én értem, hogy grafikailag ezt így kellett mondjuk ezeket a veletek leváltjuk őket, mi veletek leváltjuk őket mondatot, ezt így kellett így tördelni, úgymond, vagy nem tudom milyenek a pontos kifejezés, hogy a betűknek ekkorának kellett lenniük, de nagyon rosszul veszi ki magát, hogy mi őket. Tehát, hogyha kicsit is gyorsabban haladunk el az autóval, mint 20 km per óra, akkor ezen a plakáton csak azt látjuk, hogy mi őket. És közben a középső részen lévő Vona Gábor és mögötte a szimpatikus emberek, meg hogy veletek leváltjuk, ez már így annyira nem figyelembe vehető, de ha megállunk, és megnézzük, és értelmezzük, akkor is ott van az, hogy mi veletek leváltjuk őket, hogy ez miért nem lehetett mind, hiszen ez egy ilyen egyértelmű mondani való, hogy veletek, ha ránk szavaztok, leváltjuk őket. Ez oké, stimmel. De a veleteket így még véletlenül sem lett volna szabad kisebbre venni, illetve ugye oda kívánkozik még egy szó, hogy veletek együtt. Csak hogy ugyebár a baloldaliak lejáratták az együtt, illetve hát van egy ilyen párt is talán, most őket már nem is vettem így bele a pakliba, mert nem találtam róluk, vagy velük kapcsolatban plakátos megjelenést. Szóval, hogy az együtt szót, hát elhasználta valaki, és ezt már nem lehet használni. És egyébként ez jogos. Tehát az a helyzet, hogyha elhasznál egy politikai oldal egy szót, akkor azt a másik oldalon, de hát még azon az oldalon sem szabad többé használni, és akkor ezért kellenek mindenféle szinonímák, és ennek az a veszélye, hogy majd létrejönnek ilyen szerencsétlen tördelésű mondatok, ilyen nagyon ütős képi világnál, hogy mi veletek leváltjuk őket, csak éppen a veletek meg a leváltjuk az a kis betű. Hát pont
hogy fordítva kellett volna, hogy mi, nem mi vagyunk a lényeg, ugye azt kisebbre vesszük, és azt mondjuk a Jobbik nevében, hogy mi, de nem mi vagyunk a lényeg, hanem ti, tehát a veletek, azt írjuk jó nagybetűkkel, meg azt, hogy leváltjuk, mert ez egy egyértelmű célkitűzés, és akkor őket, az megint lehet egy kicsi, mert ők sem számítanak. Tehát itt én azt érzem, hogy én nem érzem a politikai pártnak az alázatát a nép irányába, akiknek a pártján állnak. Úgyhogy én azért ezeket a plakátokat tényleg én is nagyon ütősnek gondolom, és kifejezetten szépnek, tehát hogy ilyen jól meg van csinálva, ki van találva, tehát látszik, hogy itt nagyon-nagyon okos emberek, nagyon jól átgondolták, kitalálták, és egy stratégiába beillesztették, és ez tök jó, csak vannak még ilyen apróságok, amikre oda kellene figyelni, mert az jön át, hogy mi vagyunk a lényeg, meg az, hogy ők menjenek a fenébe, az, hogy veletek leváltjuk, hát majd meglátjuk. Tehát, hogy itt érzem a bizonytalanságot. Persze kérdés, hogy mennyi emberen ment ez keresztül, mire ez így megszületett ez a plakát, nyilván nem kettőn, hanem nagyon-nagyon sok emberen. Szóval ott azért üzenem innen a Jobbiknak, hogy jó lenne, ha valaki így egy kicsit kívülről nézné ilyenkor, hogy mit vesz le, tehát mit veszünk le a betűméretekből, mit veszünk le a felkiáltó jelekből. Mert az nagyon ütős, amikor azt mondják, hogy ti dolgoztok, pont. Ugye úgy kellett volna, hogy mi dolgozunk, pont. Ők lopnak, pont. De most felkiáltó jel, vagy mi ez? Tehát felszólító ugye nem lehet. Óhajtó lehet, ugye? Bár csak leváltanánk őket. Vagy felkiáltó, hogy váh! De pont, hogy nem itt kell felkiáltani, hanem itt kell kijelenteni. Tehát nem kiáltozni kell a kommunikációban, hanem ki kell jelenteni, mert az egy hihető. Én azt mondom, hogy ez van, és kész. Vagy másképp fogalmazva, azt mondom, hogy ez van, és pont van a mondat végén. Ez egy ilyen kis népies szófordulat, de ez az, amikor ugye azt nyilvánítjuk ki, hogy már pedig ez így van, és ebből nem engedek. De ha így felkiáltgatok ilyen forradalmi hevülettel, hát köszönjük szépen, abból már volt elég az elmúlt évtizedekben. Nem kell felkiáltgatni, hanem hinni kell abba, hogy győzni tudunk, és akkor majd győzni is fogunk. Mert annak fogunk alárendelni mindent. Szóval itt látom a jó irányt, de vannak benne ilyen furcsaságok, és azt gondolom, hogy ezeket nagyon-nagyon át kell gondolni, mert visszatetszőek. Tehát az emberek nem hülyék, leveszik azt, hogy ez nagyon ütős üzenet, de mögötte ott van az önbizalom hiány, úgyhogy ezen még azért szerintem dolgozni kell. De mutatom a harmadik ilyen nagyon konszolidált plakátjukat, ami ilyen szintén kifejezetten tetszetős, és gyakorlatilag a magyar zászló van rajta, és magyar szívvel, józan ésszel, tiszta kézzel. Jobbik a néppártyán, stb. Szerintem ez az, ami úgy igazából nem tudok belekötni, bár a józan ésszel, és ott a sakkfigurák, de hát ez ugye nem a szöveg, hanem a képnek a lényege, hát ott az ilyen leütött bástya, hát, vagy felborult véletlenül, valaki meglökte a sakktáblát, és azért történt ez. Szóval ott az egy ilyen kicsit, hát az ilyen egy mosolygó bácsit, aki a kapanyére támaszkodik, azt esetleg jobban el tudnám képzelni, de igazából azt kell, hogy mondjam, hogy nincsen gondom ezzel a kommunikációval, de ugye gondoljuk át, hogy mi is a Jobbik közvetlen célja. A Jobbik közvetlen célja, én azt gondolom, hogy tematizáljon szintén, tehát az előző plakát verzió az nagyon jó alkalom volt erre. Ők ezt a leckét azt gondolom, hogy megtanulták, jól csinálják, csak nincs annyi erőforrásuk, hogy ezt annyira nagyon jól tudják csinálni, de ebből a szempontból jó úton vannak. A másik az, hogy mi a közvetlen céljuk, közvetett céljuk, és azt gondolom, hogy az, hogy kormányt váltsanak, tehát ez most már így lejön, tehát azért a közéletből ez látszik, hogy,
hogy a Jobbik az kész a kormányváltásra, tehát is kormányozni szeretnének, és ha vannak is ennek ilyen önbizalom hiányos tünetei, hogy jaj, hát azt se tudjuk majd, hogy mit kell csinálni, ezek ilyen tudattalanul jelennek meg igazából. Ez el fog múlni. Tehát én azt gondolom, ha egy kormányzásra kész párt kormányzásra kerül, azért az fel szokott nőni a feladathoz. És ugye, amikor mondtam, hogy a Jobbikról beszélünk, és hogy több célcsoport van, igazából a Jobbiknak ugye egy ilyen arculatváltása zajlik az elmúlt években, amikor így a nagyon szél jobbról igyekeznek befelé középre is, tehát nem igazán hagyják ott a szél jobbot, amit én így kommunikációs szempontból egyértelműen jó ötletnek tartok. És azt is jó ötletnek tartom, hogy jönnek szél felé, de igazából nekik balra kell ugye tartani, mert bal oldalon van nagyon nagy veszteség, hát ugye most, hogy a Botka László lemondott, onnan kell az embereket megszólítani, és a magyar szívvel, józan ésszel, tiszta kézzel, ebből a magyar szívvel az, ami a bal oldalon nem működik. Tehát ez a plakát, én azt gondolom, a maga egyszerűségével és szépségével, ez jó eszköz arra, hogy a már meglévő bázist azt így megtartsa. Tehát, hogy így képben legyenek, hogy még mindig magyarok vagyunk, még mindig képesek vagyunk gondolkodni, és akarunk is gondolkodni, ami egyébként egy hihetetlenül előremutató gondolat, sokkal előremutatóbb, mint több minden más, és tiszta kézzel, tehát ugye ők a Jobbik még nem mocskolta be magát, tehát ők ezt tényleg mondhatják így magukról tiszta kézzel. Ez a meglévő bázisnak ez tökéletes, egy ilyen megerősítő üzenet, de nekik szerintem a baloldalról kell a rengeteg embert maguk köré gyűjteni, akik most ilyen akár 1,5-2 milliónyian is lehetnek, akik egyszerűen nem tudják, hogy kire szavazzanak, és távol fognak maradni, az pedig ugye demokráciában sosem jó. Szóval én a baloldaliakat szólítanám meg sokkal inkább, és ezt nem magyar szívvel, hanem akkor már inkább európai szívvel, hiszen a Jobbiknak az Európai Bérunió, vagy valami ilyesmi kezdeményezésük, illetve csatlakoztak egy ilyen közös európai kezdeményezéshez. Szóval azzal az egy nagyon-nagyon előremutató dolog, én úgy gondolom, ez a meglévő bázisnak tökéletes kommunikáció, de ha a mögöttes célt nézzük, a nagyon nagy céljukat, akkor azért ennél többre van szükség. Tehát a baloldaliakat meg kell szólítani, meg a magukra hagyott középen lévőket is meg kell szólítaniuk. Következő versenyzőnk az az LMP. Az LMP plakátjait keresve, megmondom őszintén, kicsit elbizonytalanodtam, mert egy plakátot találtam, ami még nyáron jelent meg, tehát egy nyári cikkben találtam, és nem találtam újat. Tehát, hogyha valaki esetleg beírná hozzászólásba, hogy van-e új plakátja az LMP-nek, esetleg fotóval vagy valami, akkor szívesen még ott kielemzem a hozzászólások között. De igazából ezt találtam, és azóta ugye bejelentették, hogy Ron Werber vagy Weber lesz az ilyen kommunikációs tanácsadó, mondjuk, aki talán az MSZP-nek volt annak idején, tehát egy ilyen nagy ágyú igazából Amerikából, hogy azóta volt-e valami változás, ezt most én nem tudtam lekövetni, de ha erről valaki frissíteni az információimat, azt megköszönném. Úgyhogy most ez van, ezt tudom elemezni, ez a megújuló Magyarországért. Hát ez az a plakát, amit szerencsére azért fel lehet ismerni, hogy melyik párthoz tartozik, tehát így arculatilag teljesen jó, és a szöveg pedig ez a tökéletesen semmit mondó három szó. Ők is megtanulták a leckét, hogy három szóban kell kommunikálni, de ha abból az egyik az a, vagy egy valamilyen névelő, akkor az tökéletes, mert az biztosan meg lehet jegyezni, csak éppen a megújuló Magyarországért ez egy olyan frázis, amit semmit nem indít be. De még mindig sokkal jobb egyébként, mint az MSZP-nek a tegyünk igazságot, mert ezt lehet magyarázni. Tehát a megújuló Magyarországért üzenetet, ezt lehet magyarázni. Tehát az nem rossz, ha egy üzenetben sok minden van.
mert alkalmat ad arra, ugye, egy politikai pártnak, hogy minden héten beszéljen valamiről, hogyan fog megújulni az oktatás, hogyan fog megújulni a politika, hogyan fog megújulni a szavazórendszer, hogyan fog megújulni az egészségügy, a közlekedés, a külgazdaság, a belgazdaság, a külpolitika, ezek is azok a kérdések, ugye ilyen 15 féle téma minimum lehet, és ezekről lehet beszélni, de igazából, ami itt problémás, az az, hogy kettő ember van a képen. Az LMP-nél ugye hagyomány, hogy társ elnökei vannak, tehát nincs egyetlen egy ember, nincs egyetlen egy arc, hanem két ember van, egy nő és egy férfi, és így tök jó, mert a nők a nőkkel, a férfiak pedig a férfiakkal tudnak azonosulni. Anélkül, hogy ebbe a kvóta dologba belebonyolódnánk, azt gondolom, hogy ez egy ilyen jó ötletnek tűnik, csak hogy, mert ugye filmeknél is látjuk, hogy amikor két főhős van, akkor az egyik brigád ezzel azonosul, a másik brigád azzal azonosul, csak ugye nem nagyon válik el itt, hogy ki milyen karaktert képvisel, mert ez tényleg félreértés ne esik, és a legnagyobb tisztelettel mondom, hogy Szél Bernadett és Hatházi Ákos ezen a képen olyan, mint egy gyönyörű, szép házas pár, akik így, nem tudom én, együtt nyomoznak, vagy ügyvédek, és akkor megmentik az elesett ilyen ártatlanokat. Szóval, hogy annyi minden így lejön erről a képről, meg mosolyognak, meg nagyon-nagyon jó fotó ez róluk, de az, hogy ketten vannak, az zavaró. Tehát igazából a jó sztorikban egy főhőssel tudunk azonosulni, a másik az egy idő után idegesítővé kezd válni, mert kettővel nem tudunk azonosulni. Tehát ez lehetetlen, az egy ilyen skizofrén állapot. És a jó ellen mindig kell egy rossz. És most ez ilyen saját véleményem tényleg, mert mást nem tudok mondani, de amikor van egy úgymond rossz, aki mondjuk éppen aktuális a nő a miniszterelnök, és őt le akarjuk váltani, akkor ketten kellünk hozzá. Tehát ez már is erősíti az ellenfelünket, mert mi ketten vagyunk ahhoz, hogy ő vele felérjünk. Szóval én az LMP helyében azt nagyon-nagyon átgondolnám, hogy igazából most kit is futtatnak, mert kell egy arc. Én azt gondolom, hogy bármelyik arcot is választják, az jó választás. Gyakorlatilag lehet, hogy egy ilyen pénzfeldobással kellene eldönteni, ezt rájuk bízom igazából, de hogy nem lehet, tehát nem megy át az a kommunikáció, hogy én most itt kettő embernek drukkolok egy ellen, mert azt érzem, hogy ez a kettő együtt sem elég erős ahhoz, hogy legyőzzék azt a másikat, és nagyon-nagyon sok ember arra szavaz, aki nyerni tud. Úgyhogy az LMP kommunikációját egy kicsit vérszegénynek találom, azon túl, hogy például Szél Bernadett nagyon karakánul, nagyon karizmatikusan áll ki ügyek mellett, és azt nagyon jól teszi, de maga a párt az így, hát itt én ezeket így rendbe tenném, ezeket a dolgokat. A megújuló Magyarországért pedig egy olyan nagyon-nagyon progresszív, előremutató téma, amiben ugye hetente vagy akár naponta bele lehet vinni nagyon-nagyon sok mindent. Tehát az összes magyar ügyre rá lehet húzni, hiszen egy 21. században érdemes a megújuláson gondolkodni minden szempontból és minden tekintetben, de nem jön át az, hogy ez meg is történik. Tehát nem érzékelem azt, de cáfoljatok meg nyugodtan, hogy ez a minden tekintetben megújulás és az útnak a megmutatása és a terveknek a kifejtése, ez megtörténik, mert nyilván van még idő, úgyhogy én drukkolok igazából, hogy sikerüljön ezt kommunikálni a jövőben is, hogy ez mit is takar és hogyan képzelik, mert az kevés, hogy két szép mosolygó ember majd így néz ránk bájosan, ez nekünk nem a megújulás igazából. Tehát aki foglalkozik a politikával egy picit is, tehát elolvas hetente mondjuk egy-egy hírt, az tudja, hogy a mosolygás az kevés lesz ebben a mai helyzetben. Következő versenyzőnk a Demokratikus Koalíció. Az ő plakátjukat látva jutottam el oda, hogy most akkor már érdemes végigvenni az összes ilyen indulót. Nyilván a nem tudom én hány száz kis kamupártot azt nem fogom végigvenni. De a Demokratikus Koalíciónak egy ilyen piros lámpánál állva láttam a reklámjukat, vagyis hát plakátjukat, és hát
gyakorlatilag csodálatosan mintázza azt az összeesküvés elméletet, ami ugye a DK-ról terjed. Az van a plakáton, hogy Orbán vagy Európa. És ott van egy európai zászló, és ott van, hogy a demokratikus koalíció EP képviselői Európát választják. És te? Hát így a piros lámpánál állva el tudtam olvasni, és ugye menjünk hátulról. Tehát ez az és te, ez remek eszköz arra, hogy valóban gondolkodásra késztessük az olvasót, a befogadót, aki így néz, és azt mondja, hogy hát igen, nekem is van erről véleményem, meg lettem itt szólítva, hogy nekem mik a meglátásaim, hát nem is tudom, hogy Európát válasszam-e. A demokratikus koalíció EP képviselői. Most én tényleg nem nyomom fejből, de nincsenek a demokratikus koalíciónak az EP képviselői kívül emberei? Vagy ezt hogy gondolták, hogy az EP képviselőikkel azonosul az, aki majd látja ezt a plakátot, és azt mondja, hogy hogy ez milyen átütő erejű, hát én is EP képviselőként, ha végig gondolom, Európát választom. Hát ilyen nincs. Tehát én, mint ember végig gondolom, és akkor így esetleg azt vagyok még hajlandó végig gondolni, ahogy ott Gyurcsány Ferenc lába előtt, nem tudom én, ezrek hullámoznak a majálison, és hogy mennyi követőjük van, és mennyire nagyon-nagyon népszerűek, és hogy azzal esetleg tudok azonosulni, meg azzal a mondani valóval, amit ők mondanak, bár fogalmam sincs, hogy mit mondanak, ugye, de az EP képviselőivel, tehát ők kicsodák, azt sem tudom, kik ők. Na, hogy az EP képviselői Európát választják, nem választhatják Amerikát, tehát hogy egy olyan mondatot sikerült ide kirakni, ami ilyen, mi van? Tehát ilyen hatást gerjeszt, ami tök jó, hogyha az ellenfélről beszélünk. És akkor fordul meg a befogadó fejében, hogy mi van? Mit akarnak ezek? Hogy micsoda? De amikor önmagunkról beszélünk, és magunkhoz akarjuk édesgetni a szavazókat, akkor ilyen mondat az gyakorlatilag ilyen politikai öngyilkossággal egyenlő, olyan öngyilkossággal, ami mondjuk nem sikerül, csak egy ilyen segélykiáltás. Aztán ott van, haladunk vissza, ott van az európai zászló, jól van, oké. Ott van az, hogy Európa vagy Orbán. És az egész plakát már itt borul az első szónál. Az egy dolog, hogy ilyen vagy grafikailag Orbán neve feketével van szedve, hát nem is tudnánk, hogy nem ő a patás ördög, hogyha ők nem feketével szednénk, hát most elég vicces így, tehát hogy így grafikailag ilyen majdnem, hogy nulla az értéke ennek a plakátnak. Ez még ugye nem lenne akkora probléma, hogyha a mondani valója nem lenne pont ellenkező előjelű, mint ahogy feltételezhetően a célja volt a DK-nak ugyanis. Amikor ilyen eldöntendő kérdést teszünk fel, akkor gyakorlatilag semmi más dolgunk, tehát ha azt akarjuk, hogy az emberek válasszanak a piros meg a fekete között, és azt akarjuk, hogy a pirosat válasszák, akkor azt kell kérdezni, hogy piros vagy fekete. Melyiket választod. Mert az, ami először megjelenik az emberek fejébe, az a nyertes. És azzal, hogy ha mondjuk a DK-nak valóban az a célja, hogy az emberek azon gondolkodjanak el EP képviselőik mintájára, hogy Európát válasszuk, vagy Orbánt válasszuk, akkor úgy kell feltenni a kérdést, hogy Európa vagy Orbán. Mert ez tudja érzékeltetni azt, hogy Európa az egy nagy, hatalmas valami, ami esetleg lehet vonzó is, vagy Orbán, de akárki lehetne ott a név helyén, aki biztosan egy kisebb dolog, mint Európa, mert hát az csak idézőjelben, ezt tényleg ne ilyen pejoratívan értsétek, hanem így, hogy mondjam, ilyen nagyságrendi értelemben, hogy egész Európát választjuk, vagy egy kis országot a maga akármilyen vezetőjével. Tehát, ha azt akarjuk, hogy Európát válasszák a szavazók, azt gondolják, hogy én inkább Európát választom, mint Orbánt, akkor az Európát kell könyörgöm előre tenni. Nem pedig Orbánt, mert Orbán jelenik meg a fejekben, és őt fogják választani akkor is, ha nem akarják. Tehát, hogy
hogy sikerült ezt a kommunikációt, ezt ilyen pont ellenkező előjellel elsütni, és ezért mondtam, hogy ilyen összeesküvés elméletek talán itt is már látszik, hogy beigazolódnak, hogy hallottam olyat, hogy azt mondják emberek, vagy azt vallják ilyen még szakemberek is, hogy egyszerűen Orbán miniszterelnöknek célja Gyurcsány Ferencet a politikában tartani, mert Gyurcsány Ferenc gyengíti a baloldalt, és akkor ez a jobb oldalnak, hát illetve pontosan a Fidesznek ez tök jó, és akkor, hogy ők pénzelik a DK-t. Tehát ez az összeesküvés elmélet. Na most egy ilyen üzenetet, ha meglátok, emellé az infó mellé, akkor azt gondolom, hogy igen, ez így van, ez így lehet, mert ez az üzenet, ez pontosan arról szól, hogy igen, Orbán Viktor, ugyanis Európa micsoda. Ez is a politikában az már nagyon jól látszik, hogy kik tanulták meg azt, hogy nagyon röviden kell kommunikálni, de egyrészt ugye erről a plakátról erről nem jön le, hogy ez a DK-nak a plakátja, tehát ilyen vizuálisan ez egy hulladék, tehát szégyen igazából. Az az SND ott a sarokban az európai demokratikus, nem tudom én milyen pártnak a logója igazából, vagy megnevezése, tehát az az egy jön le, tehát lehetséges, hogy ők adtak pénzt erre, hát nem tudom, de hogy ez egy olyan üzenet, ami nem abban erősít meg, hogy Orbánt le kell váltani, vagy a Fideszt le kell váltani, vagy bárkit le kell váltani, tehát akármilyen név lenne ott, ez a plakát, ez rossz üzenet, mert egyrészt fordítva kell feltenni, másrészt pedig milyen Európát favorizálunk mi itt most? Tehát azért Európa az elmúlt években nem éppen a sikeres fáklyás menet kategóriába illik bele, tehát volt itt annyi probléma, hogy igazából már az sem vágyik Európába lassan, aki bejárja Európát rendszeresen. Nyilván nem azok a nagy problémák vannak, amikkel ne lehetne megküzdeni, de hát itt volt nemrég ez a katalán választás is. Tehát, hogy így mi? Tehát, hogy nem ezt az üzenetet kell közvetítenie egy Európa párti pártnak, mert igazából Orbán vagy Európa ilyen kérdés nem kell, hogy felmerüljön, hiszen működik a kérdés, látjuk 7 éve, hogy Orbán és Európa, vagy Európa és Orbán, ez a kettő együtt működik. Most az, hogy kinek mi a véleménye arról, hogy működik, vagy hogy nem működik, az egy másik dolog, tehát az már egy ilyen vitatárgya lehet, de nem kell választani. Tehát Európa és Orbán között nem kell választani, ez a helyzet. Tehát ha a DK vagy bármelyik párt ragaszkodik ahhoz, hogy ők azt látják, úgy látják, hogy Európa és Orbán között kell választania a népnek jövő tavasszal, ez full baromság, ez szerintem verjék ki a fejükből, mert nem e között kell választani. A magyar választás nem európai választás. Tehát ez egy ilyen, tényleg az is megfordult a fejemben, hogy ez egy ilyen Európa parlamenti választás előtt készült ez a fotó a DK-nak a plakátjáról, de hát ezt a magam szemével láttam az autóból a hétfőn, tehát tudom, hogy nem Európa parlamenti választásra készült, mert oda már inkább elgondolkodtató, hogy a DK és az Európai Unió az milyen viszonyban lehet. Tehát akkor se ezt használtam volna nyilván, de egy ilyen közegben ez így érthetőbb lenne. De hát sajnálattal közlöm, hogy nem kell választani Orbán vagy Európa között, mert gyakorlatilag a kettő együtt létezik. Úgyhogy miről is van szó? Tehát, hogy bedobnak egy olyan témát, ami nem létezik? Ez nem egy jó kommunikációs stratégia, mert lehet témákat elültetni az emberek fejébe, lehet új sémákat kiépíteni, de igazából ezek ilyen elterelő, és egy kicsit ilyen, hogy mondjam, ilyen bedobom a kavicsot a tóba, aztán majd lesz valami stílusú kommunikációk, hogy próbálnak ők is így a zsigerekre hatni, hogy igen, már pedig én Európához akarok tartozni. Ja, Magyarország az Európai Unió része. Hát akkor ezt a harcot már megnyertük, köszi, beszéljünk valami másról. Tehát, hogy igazából, mert az, hogy oroszok meg kivezetni az EU-ból, meg ilyesmi, ez szerintem abszolút irreális félelem, úgyhogy egyszerűen ez, hát ha én lennék a DK ellensége, én nekik ilyen plakátot csinálnék. Tehát ez egy ilyen nem
a pártot előrevívő, a szavazókat nem elhódító plakát, ami pont az ellenkezőjét éri el tudat alatt. Mert hát ugye itt az üzeneteknek nem csak a tudati szinten kell működniük, hanem tudat alatt is. Hát ki volt ott elsőként a plakáton? Orbán. Hát akkor őt választom. Tehát ezek így is működnek, tehát az emberek nem mindig a legeslegtudatosabb, szupertudatos szintjükön fogadják be az információkat, hanem leginkább nem akkor fogadják be, hanem ugye így a tudatalatti részekre siklanak be az üzenetek, és ez az üzenet, ez pont az ellenkezőjét éri el. De azt hiszem, ezt túl is beszéltem, mert egyszerűen nem is gondoltam, hogy ennyi témát fog ez adni, ez a plakát. Szóval ez alapján nem szavaznék a DK-ra, elnézést. És akkor utolsó versenyzőnk a sötét ló, hogy viccesen így mondjam, aki hát nem politikai párt, hanem egy magánember. Gyengébb idegzetűeknek javaslom, hogy ne nézzék tovább a videót, mert ez a plakát, ez egy ilyen minden plakátnak ellentmondó megjelenési forma, és hát arról szól, hogy Simicska Lajosnak mi a véleménye Orbán Viktorról. Nem gondoltam volna, hogy valaha ilyesmiről fogok én majd beszélni, hogy egy nagyvállalkozó milyen szöveget fest a saját tulajdonú ilyen hirdető oszlopára, de egyszerűen sajnálom, de adja magát a téma, tehát hogyha ezt kihagynám, akkor hiányosnak érezném ezt az anyagot. Ugye mi itt a, gondolkozzunk el azon, hogy mi itt a mögöttes cél. Mert az, hogy Simicska Lajosnak mi a véleménye Orbán Viktorról, ezt tudjuk már 2015 február környékén volt a nagy G-nap, amikor is kinyilvánítódott ez a vélemény, és azóta hát ilyen helyen közzel találkozhatunk Simicska Lajos nevével, és hát ugye azért vannak neki ilyen sajtóorgánumai, meg ott van ő még a zavarosban, ott halászik. Tehát, hogy így igazából tudjuk, hogy mi a véleménye, tehát az, hogy ő ezt most itt újra leírja, ez hírértéket nem tartalmaz, programot nem tartalmaz, igazából maga a tény, hogy ezt így lefestette, és rendőrök jelentek meg, és ezt lefestették aktivisták ilyen fehérrel, na az maga a hír. Hát ugye mi lehet a közvetett és közvetlen célja ennek az egész akciónak? Igazából szerintem az, hogy a Fidesznek van egy ilyen nagyon-nagyon fanatikus rajongótábora, akiknek mindegy, mi történik. Hát ez a legtöbb pártnál jelen van, csak éppen a fiatal pártoknál nincsen, tehát a régi nagyoknál mindig is megvolt, meg is lesz. És hát az ő szemükben, mintha én azt érzem, hogy az a cél, egyik cél, hogy ők így elgondolkozzanak, hogy ez a régi jó barát, ez miért mondja ezt még mindig. Mert az, hogy egyszer elborult az agya, és nagyon ideges volt, és akkor ezt mondta, akkor én azt gondolom, hogy ez ilyen gyorsan fátylat rá, aztán lépjünk tovább, de hát ugye azóta most újra felemlegeti, gyakorlatilag 2,5 év után, tehát hogy még mindig így gondolja, hát ez vajon miért van így. Tehát igazából egy ilyen, gondoljuk végig, hogy a DK ezt hogy csinálta volna, hát szintén ők is leírják, hogy Orbán egy geci, és akkor odaírják, hogy a Demokratikus Koalíció EP képviselői így gondolják, és te? Tehát, hogy így, ugye ez így, mintha ilyen hiányos információ lenne, de igazából ez egy zseniális húzás. A zseniális, ne úgy értsétek, hogy ennek ezt így tisztelem, hanem mint szakmailag mondom, mert igazából mit csinál ez az üzenet? Azt csinálja, hogy felidéz egy történetet a fejünkben. Hogy mi történt annak idején. Egy nagyon-nagyon hosszú sztorit idéz fel, hogy egy ember egy másik emberrel hogyan rúgta, és miért rúgta össze a port, és hogy ahhoz mennyi minden ilyen mellékszál kapcsolódik. Tehát gyakorlatilag látszik az, hogy ez a Simicska Lajos, ez vérprofi, tehát nem véletlenül annyira menő vállalkozó volt annak idején, már akkor is, amikor a Fidesznek mondjuk 8 évig így ellenzékbe kellett lennie, neki akkor is volt pénze, tehát hogy ez egy nagyon-nagyon dörzsölt, okos ember, aki tudja, hogy nem azt kell kírnia, hogy szerintem Orbán még mindig egy geci, és ehhez tartom magam, hanem elég csak neki ezt a 3 szót leírni.
és tudja, hogy 2,5 év, meg még előtte mondjuk minimum 2,5 év története elevenedik meg újra és újra, és mindenki fejében, aki ezzel annak idején találkozott, aki meg nem találkozott, majd most kezd el érdeklődni, mi van, mi ez? És itt nem érvényes az, amit a DK-nál elmondtam, hogy Orbán vagy Európa, mert ez nem egy eldöntendő kérdés, hanem ez csak egy ilyen hívószó, vagy egy ilyen hívókép, ami rögtön beidézi az összes minden információt, amit szükséges újra és újra észben tartani. Tehát Simicska Lajos semmi más nem csinált, mint a múltból újra megidézte ugyanazt a sztorit. Azt gondolom, hogy ez ilyen gag szintű, tehát politikai üzenete nincs, tehát előremutató üzenete nincs, de ugye a kormány oldalon is nagyon jól értenek a lejárató kampányokhoz, meg a karaktergyilkosságokhoz, és igazából ez is egy olyasmi megnyilvánulás, ami természetesen arra is visszaüthet, aki csinálja, tehát az ilyen lejárató kampányokkal nagyon-nagyon vigyázni kell. De hát ugye mekkora a tét, meg hát ha valaki a mocskos politika, mocskos pályáján játszik, akkor alkalmaz mocskos eszközöket, ezen mondjuk így mi nézők nem lepődünk meg, de mondjuk egy kis vállalkozás számára ez nem egy követendő út. Nyilván nem ugyanazok a tétek egy vállalkozás számára, mint egy nagy politikai szereplő számára, úgyhogy azt gondolom, hogy ezt nem kell másolni, de abból a szempontból meg érdemes azért ezt így szemlélni, ilyen tanulságul nyomon követni esetleg, ha van hozzá gyomrod, hogy hogyan tudnak működni néhány szavak. Tehát, hogy nem kell hosszasan magyarázni, nem kell újságírókat hívni, nem kell, nem tudom én, kikkel jóban lenni. Nyilván kell egy hirdetőoszlop, meg hogy én legyek hirdetőoszlop tulajdonosa, de nyilván, ha nincs ilyen, és valaki nagyon provokálni akar, akkor kírja a járdára ugyanígy festékkel, vagy egy házfalára. De ez a Simicska Lajos, ez nagyon odafigyelt arra, hogy a saját hirdető oszlopára írja ezt ki, tehát hogy így annyira törvényt ne sértsen, bár ugye a geci szóval ugye ilyen közszemérem, vagy nem tudom én milyen problémák azért felvetődtek, hogy ez ilyen mestermunka a maga nemében, mert nem tudom én 50 forintból kijön egy országos médiakampány. Tehát normális helyzetekben úgy történnek a dolgok, hogy igazából a politikai pártok azok mérik azt, hogy mennyi média felületet tudnak elfoglalni a hírértékű dolgaikkal, az interjúkkal, a sajtóközleményekkel, a sajtótájékoztatókkal, az országjárással, stb. És akkor szokott lenni a gerilla marketingnek is eszköze arra, hogy egy-egy politikus vagy politikai oldal megjelenjen a sajtóban úgy, hogy ingyen, és Simicska ezt művelte most igazából, hiába, hogy van saját tévéje, ahol reggeltől estig gyalázhatná a régi barátokat, nem azt teszi, hát azt is teszi egyébként valamilyen szinten, de megragadja a festékes vödröt, meg a pemzlit, és akkor így elmegy, és akkor festeget. Mert ez az, amit mindenki lefotóz, a lapok lehozzák a legrosszabb minőségű fotókat, erről értekeznek, hogy ez mekkora hülyeség, meg ez. Hát vannak ilyen közéleti gondolkodók, akik így elmondják, hogy hát a mondani valóval egyetértek, de a stílussal nem. Tehát ez egy ilyen, jó van fiacskám, inkább meg se szólaltál volna kategóriájú megnyilvánulás, mert ott egyetlen egy szóval van probléma, ugye, a geci szóval, amit mivel helyettesít be? Tehát, hogy a mondani valója azzal, ha azonosul, akkor azzal a szóval is azonosul, tehát, hogy a stílusával meg nem. Hát sajnálom, de a mondani való itt egyenlő a stílussal, tehát, hogy ez is ilyen érdekes, majd esetleg egyszer a politológusok, meg az ilyen közéleti megszólalók gondolatait is majd így kommunikációs szempontból kielemzem, zárójelbe írom, nem fogom. Úgyhogy igazából ezzel szerettem volna lezárni a potenciális jelölteknek a plusz Simicska Lajos kommunikációs plakát stílusát. Hát remélem, hogy sikerült néhány gondolatot így elültetnem a fejetekbe. Ha más nem, tényleg csak azt, hogy gondolkodjatok, és majd menjetek el szavazni. Tehát van egy olyan mondás, hogy a demokrácia
legjobb demokrácia fenntartásának legjobb módja, hogyha részt veszünk benne, és hogyha elmegyünk szavazni. Nem gondolom, hogy a plakátok fognak bárkit is meggyőzni arról, hogy kire érdemes szavazni, de hogyha van kedvetek, akkor majd nézegesétek a plakátokat a jövőben is, hogy mit indít el benneteket, ti hogyan fogalmaznátok meg, hogyan tördelnétek azokat a nyavajás betűket, milyen képet raknátok, milyen képet nem raknátok, milyen szavakat használnátok. Szóval, hogy így, ha benne lennétek abban a helyzetben, akkor ti mit alkalmaznátok, mert így lehet így nagyon jól tanulni másoknak úgymond a kárán. Mert hát az, hogy kinek lesz ebből haszna, ez majd jövő tavasszal fog eldőlni.